Kenyérszenteléssel és szentmisével kezdődött az augusztus 20-ai államalapítás ünnepe Szekszárdon a belvárosi római katolikus templomban. A Babits Mihály Kulturális Központban tartott ünnepi közgyűlésen Berlinger Attila, a vármegye székely polgármestere mondott köszöntő beszédet. Államalapító királyunk minden megnyilvánulásában konstruktív és reális, keresztény szellemű, reformer uralkodó volt, akiben a magyar nemzet új életútját kijelölő alkotó egyéniséget, történelmünk egyik legjelesebb alakját tisztelhetjük. Az ünnepségen városi elismeréseket is kiosztottak. Gracián János népművelő levéltári főtanácsos díszpolgári címet kapott. Az önkormányzat továbbá Pro Urbe Szekszárd emlékplaketteket, közjóért kitüntető díjat és még számos más elismerést is odaítélt. Az ünnepi közgyűlést koszorúzás követte a Szent István szobornál. A délután folyamán koncerteket is rendeztek a Béla Király téren, fellépett többek között a Kormorán zenekar is.